Már most majdnem földült. Most majdnem földültem. Szóval, hogy sziasztok, sziasztok! Ez itt az EastGG Streaming. Köszöntünk mindenkit. Hát az az igazság, hogy ez a csatorna nagyon sokszor arról szól, amit én soha nem szoktam kipróbálni, vagy bármikor is gyerekkoromban próbáltam volna, vagy bármi ilyesmi. És most megint egy olyan elé jöttem, hogy 32 évesen megtalált engem ez a dolog, hogy Halloween, és amúgy már mióta tartsák itt ezt nálunk, ugye? Ez nem egy olyan... Figyeld, már kapkodjuk ezt a nyugati amerikai cuccot. Na, soha nem faragtam még tököt. Szóval, hogy... Faragunk. Szeretném megérezni, hogy milyen az, hogy... és nekiszaladsz. Úgy tervezzük, hogy ez körülbelül egy ilyen 2-3 órás programocska lesz. Maxosan. Nem tudom, attól függ, milyen kemény a tök, mennyit fogok vele szerencsétlenkedni, nem sietünk sehova. Péntek esti program van, készülünk a Halloweenra, lesz két jó faszak is tökünk Halloweenra. Meg úgy, hogy... sörünk. A sörünk, de az nem sokáig lesz, mert azt megisszuk. 8-ig le tudunk menni. De tudod, hogy 7 óra lesz, így jár. Tudom. Na, szóval, hogy én nem faragtam még soha tököd, és ezt mindenképpen kis szeretném próbálni. Annyit még pluszba akartam erről is szólni, hogy srácok, akárki akár hogyan veszi, erre a kézre csak azért, hogy ne gányoljam össze magamat, de mivel, hogy a kés így ebben a kezemben lesz, a másik kezemre egy ilyen vágás... Hát, hogy nem vágod, hogy mondják ezt? Vágás biztos. Vágás biztos kesztyűt vettünk föl, mert hogy akármi történhet, egy rosszabb mozdulat, hevesebben, élesek a dolgok, késsel, hogyan? Gyerek kezébe, mi kés, villa, olló, kisgyerek kezébe nem való. Szóval, hogy mi most már kicsit felnőttünk, de csak egy kicsit, nem nagyon, de hogy ezt megfogadtuk, úgyhogy nem szeretnénk kell válni. Nincs meg a tollam. A kezünket. Igen, tollhiány. Erről is egy kicsit még így beszélhetnénk, hogy tulajdonképpen úgy fogjuk megcsinálni az egészet, hogy én számomra is egy kicsit ilyen vizuálisan valahogy ki kéne ide rajzolni azt, hogy egyáltalán mi az ami alapján szeretnék haladni, vagy szeretnénk haladni. Készültünk, Hunter is, hát úgy készültél, hogy te is tudtam nélkül, rendes pontozós fajta szírszart hozott, úgyhogy ő nem is csak simán pixel tolja, hanem ilyen pontozós pixel marker, a markerrel, úgyhogy meglássuk, hogy mire jutunk a tökökkel. Én azt mondom, hogy... Ja, srácok, remélem tetszeni fog a zene. Most találtam egy nagyon fasz a halloweeni NCS-es musicet. Egész végig creepy music lesz alattunk. Creepy? Creepy. Meg kéne találni a legszebb orcáját a töknek. Igen, a orcakeresés és a másik jelzetek majd vissza, hogy a hangerőnk is, a zenének a hangerője klapa-e vagy nem, vagy sem, vagy mi van. Hányan vagyunk? Jó sokan vagyunk, jelenleg még senki nincs itt. Innentől beteg. Tudod, mi most a bajom, Hunter? Hogy ez a tök így néz ki a legjobb, figyeld. Itt. Hol van rajtad a baj? Itt hol a baj? Itt van rajta a baj, ez az első baj, de így néz ki, így néznek ki a legjobb a egésztök, ugye? De viszont itt van rajta egy kis semmi. Az semmi, ugye? El fog veszni, az csak olyan, mint egy pattanás, vagy ilyesmi. És akkor így kéne nekünk ezt kiparálni. Mind a ketten rendesen a képben vagyunk. Lekem ja, nem lett felső kamerám, mert fölöslegesnek tartottuk. Majd mindig, hogyha így lesz, hogy valami nagyon-nagyon szépre sikeredett, meg így akkor majd egy kicsit kifordítom, megmutatom és vissza. Nem is raktuk be ezt semmilyen fajta ilyen craftingos cuccnak. Wow! Spannármas fokozatra 28 egymást követő hónapban! Yeah! Itt a vágás biztos. Úgy vagyunk, mester! Ez csak, hogy ne gányáljuk össze, ez meg a... igazi vágásos. Te melyik késsel fogsz kezdeni? Olyan jobban, dögleni lehetne rajta. De jó, akkor már nem vagyunk egyedül, látod? Ez tetszik. Na, valahogy ki kéne rajzolni itt a cuccokat. Nem sietek sehol, megmondom őszintén.
Nagyon nagy vaspan. Hát probléma lesz, és ha elkúrom. Ó, már most elmentem, baszki. Tökéletes. Pán, mi a helyzet? Mesélj amúgy. Szótlan vagy nagyon. Mit szólsz a tökfaragáshoz? Szerinted jó ötlet volt amúgy, vagy hogyan? Hú, vagy a nagy csöndes tervezés, geci. Senki semmit nem lát bele. Persze, amíg még rajzoljuk a tököket, addig nem tudok írni. Az igen, az se rossz. Kurva tics! Remélem ezt a testvérednek magyarázod, mert ő szokja magát állandóan megbasztatni késsel. Oké. Hallod, amúgy, valaki elvesztette már közülünk a fél ujját. Tegye föl a kezét, aki elvesztette a fél ujját, mert levágta. Jó, akkor örülök, akkor ezt megbeszéltük. Húha. Ez baj. Hú, ez baj. Hú, ez baj. Nem is olvasom föl. Visszajelzést kaptunk arról, hogy végre jó lett a zene. Nem? Betettem egy fasz a musicet, kicsit pofázunk mellette, és a csávó tud játszani. Na, ezt kéne valahogy kifaragni. Fú. Akkor rohadjál meg, hogy félreértettem. Na jó, én készen állok rá ezzel. Először is a kobakkal kéne kezdeni valahogy.
hogy ezt így, hogy fogunk ki. És meg sem mondod oda az közönségnek. Micsoda? Azért konkrétan nem lehet játszani, mert kb. Egy percenként crash volt az egyik pályán, more. Ó, ez melyik ez a Lords of the Fallen amúgy? Mester. Lords of the Fallenról beszélgetünk? Tuti. Ja. Mert mit mondtam ma a benzinkúton is, a Funesnak, mit mondok nektek is, mindenkinek mit mondok? Mert minden egyes kurva game, ami kijön, mind hibás. Nem kell ezen fölkapódni, hogy mindig csak a szar kapjuk. Minden egyes új game, bazd meg szar, ennyi. Nem tudsz velük csinálni, mert lesz jobb, ennyi. Nehéz. Ez most, amit oda kirajzoltam, nem tudom, hogy hogy fogja kiadni. Maradjunk annyiban. De én csak kicsi kalapot csinálok neki. Nagyot akarsz? Én nagyot. Annyit nagyot? Én nagyot. De milyen jó illata van. Azt elhiszem. Nekem az nem probléma, ha vannak gondok. Hát azért egy bizonyos mértékű ilyen tényleg kell hozzá egy ilyen, hogy ne baszodjál fel, hát minden új játék ilyen fosna, most mit tudsz csinálni? Na! Kiszedte? Ebből tök magot nem eszünk. Ennyi? Már ez is ennyivel előrébb vagy tőlem. Elpofáztam az időt, geci, megint még mindig. Hát meg nyomja neki, azt megint itt fog ülni fel egy órát fölöttem, mire én kivakarom, mi? Jól mondom? Jó. Na, megvan a rajzolási fázis. Én szerintem azért ez egy érdekes dolog lesz. A személynél meg fogok próbálkozni egy olyannal, hogy ezt így körbe kinyesni, és pluszban ide majd mélyedést fogok, szólja, a fekete pont az meg fog maradni, hogy be lesz így mélyítve az egész. Hát meglássuk, hogy mennyire jutok vele. Tudod, mi kéne ez? Mi? Kanál. Ennek ima a saját keze se jó. Benne a tök belsejében. SPC-re faragné, bassz meg, azért az nem semmi, geci. Hol lesz meggyújtva? Itt? Persze, hogy ahhoz készültünk mindenfajta ilyen pirosos árnyalatú gyertyákkal, meg minden ilyennel. Kirakva hova lesz? Hát hozzátok haza, viszitek a tököket. Amúgy van benne szotya. Azt mondod? Jó lesz ez! Én annyira örülök neki.
Hogy meg se bírsz szólalni. Dehogy nem, hát bánd meg szarom a betűt, mi a fasz van. Már most fáj a kezem. De ez egy nagyon jó kés. Fú, annyira örülök ennek a hegymászós késnek. Fú, srácok. Főleg, hogy most meg élesítettem neki. Nagyon ott van ez a kés. Ez egy igazi kincs. Nem hiába, öcsém. Megjárt a Szlovéniát, Ausztriát, Szlovákiát, Magyarországot, Lengyelországot. Na mondjuk Szlovéniában nem kellett neki sokat járnia. Hát, egy, hogy nem sokat járt, de a legelső próbája az ott volt. Hogy ettem vele a pástétomat, fiam? Hogy ettem a pástétomat vele? Mind a víz. Ott a Aljazsef domba. Hát, hülye vagy? Tök jó volt. Tehát nem is embert akarok vele ölni, basszátok ki. Aha. Yeah. Aha. Fúj, hát ennek tök szaga van. Arha. Jó, ezt én viszont félre rakom még, mert ennek vissza fog majd kellennie kerülnie a tetejébe. Hát. Te vissza is raktad? Vissza. Jó, én most azt ide félre teszem. Na, és mi van ezzel? Hey! Szia, mamma! Az nagy videó a kurva anyját. Na, és most mi? Ezt ki kell katornom? Ja. Belenyomadtad a lábosba minden? Bele. Ezt a sok tránya, géd, lizét, csíkokat, ezt fúj, kiköbben a baszatni. Dehogy. Ó, oh, babkir, nagyon rosszak a beleid. Fúj. Nagyon undi. Ah. Hogy fogom ebben be tudni tenni egy ilyet? Hát miért marha izé? Semmilyen az egész alja. Fú. És még büdi is. Se szaga, se állaga, nem. Nem. Ezt forgattad bele így? Bele nyomattad? Vagy mit? Mit? A tönköt. Nem, megfogtam. Azt kifordítjuk. Ezek a get szállat, mint te. Szotyi mindenhol. Ami tök mag. Hoppá! Levettem a kobakját. Azt úgy mellé kurtad! Mert elvitted ezt a szart. De nem bassz, de bassz meg, nem röptében kell beletalálni valamibe. Ha te le van az egy immék szotyival. Bevettők maga a szó. Olyan mértékben beleízott volna a kezem a izébe, a kesztyűbe, az előzőbe, hogy... Fúj te... Fúj...
komolyan nekiállok kifertőtleníteni is. Fúj. Nem hiszem el, hogy te ezt így ki tudtad takarítani, hogy én. Fúj, fasz. Nézd vele! Mi a fasz? G! Megvagyok én is összele. Nincsen söröm. Ja, és most még be van kaszintva azunk is, hogy ha valaki csatorna pontot küld, akkor iszunk. Tényleg spann a kamera a képhez, mit szólsz az izé, hogy mit, mi, hogy oldottuk meg az egésznek így az egész arca. Nem olyan rossz, na az már azért egy eredmény. Mert tudod, most nincsen felső kameránk. Ó, Gaben, szevasz mester! Hello, szeva! Hogy a faszomba faragsz kört? Egy kibaszott késsel. Nem tudom, de itten ganyé van most már mindenhol. Nem. Nem akarunk, mert mi már azt oldjuk egy ideje. Elme beteg állat. Nem értem, miért nem jön neki a szeme? Ó, nem volt átvágva. Áj, végigvágtam a orránál, basszág. Elkurtad? Jó. Rossz helyen fog kiesni. Ja, ez nem volt itt megvágva. Hát de milyen undorító sejtek esnek ebből ki, baszd meg! Mi a fasz ez, baszki? Bekotrom a gecibe, vagy... Oda néd, ami történt! Na, azt a kurva! Na, hogy jártam? Hogy? Így jártam, nem fogod, anyám, nem fogod elhinni. Kicserbult a szemeszéle. De anyám, mi lesz itt? Itt tök faragás lesz. Figyelj, kiesett a szemesarka. Látod? Ja. Ott csillog a szemesarka. Nem szabad a késsel, akárhogyan csak úgy... De mi kezdik a
visszaállok ebbe a tökbe. Hogy épül ennek fel a konstrukciója ennek a növénynek a rohadt életbe? Mik ezek a hernyós szálak az egészbe? Amúgy basszam ki. Mármint, hogy nem azért, hogy... Nem azért, hogy baj lenne, csak na. Na, hogy én nem értem, hogy mely a... Milyen jót vágtam rajta. 112, én úgy tudtam, hogy bármi van, akkor azt kell hívni, aztán majd elutasítanak, vagy mondják merre tovább. De amúgy köszönjük szépen, hogy benéztetek hozzánk, amúgy nagyon rendesek vagytok. Isten tartsa meg jó szokásatokat. Ahogy mondani szoktam. Tudod, ha úgy nem akarod senkibe se belemártani a későnet, mert kapnál érte 5 vagy 15 évet, tudod, érted, hogyan mondom? 5 vagy 15. Figyeld, akárhogyan, mert nem mindegy, hogy most be tudod bizonyítani, hogy önvédelem volt, vagy pedig, hogy tudod, hogy rávorultam, meg se a többi, meg lehet, hogy valami alkohol által, butolás, meg mit tudom én, milyen kategóriák vannak. De hogyha nincs ilyen hajlamod, bács másokat, faragjál tököt, geci. Itt lehet szurkálni. Appád. Egyfajta ilyen... Tényleg. Az baj, hogy elvágtam az orrát, bassza meg. Én nekem is van itt elég gondom, megmondom neked őszintén, mert kicservult a szeme a nyomorúta. Megint csak a fészeme fog kijönni. Tudtam! Bazd meg, buzi. De hogy tudnak olyan szépen faragni, hogy... Keskenyebb pengi... Nem. Ezek vannak csak. Ezek vannak. Itt a szeme. Mindennek a szeme. Ez nem egy egyszerű dolog, de most már akkor tényleg esélyre igazad van amúgy, meg mert jó lesz így. Hú, de bancsa vagy, baszki! Újra festem a szemedet, mert nagyon gyérén nézel ki. Mert is megzavar, bazd meg, ahogy bungee-t! Komolyan! Nem mondjátok, hogy felétek nem forgattunk semmit. Na, a szeme már megvan, láthatóan, láthassátok. Hú, bazd meg, mi mondori, mi minden lesz itt alattunk, mire végzünk ezzel. Nagyon csendben vagy, mi van? Nagyon csendben, fókuszom. Hallod, te visszatetted ezt, hogy ilyen szép legyen? Ne, így stabilabb talán az orra neki. Majd azt tudom, hogy vágtam ki. Majd egyszer csak bekattan. Aha. De ennek tényleg kell a csíkja. Mert ez ki lesz festve, így, ez ki kell lennie festve. Ez attól lesz ilyen szép, hogy ez így ilyen markásan ott van. Jaj, de szép vagy, csuci, csuci. Mennyire streameli? 30-40 perce? Hú! Sok ganyét innen eldobjuk. Úgy én lassan megvagyok.
lassan megvagy. Én is ezt akartam mondani, hogy én... Nekem se fog évekig tartani. De arra nem számítottam, hogy te azt mondod, hogy megvagy mindjárt. Főleg, hogy én akarok most menni cigire. Atya úristen, hogy fogok én itt csinálni ilyen hallod, befelé ment a... Csak nem fog rajta a fény átjutni, az a baj. Milyen gyönyörűre lett megcsinálva, te jó Isten. Fú, baszki, 3D-be vágtam ki. Jaj, add ide a tetődöt, hülye gyerek. Jaj, mi szép ez, baszki. Orrom fújjalak? Ne. Tulajdonosan már kivágtam mindent, és ennyi volt neked. Aha. Most tartok ott, hogy a... Fuga. Tiet totál más. Az a lényege a tökfaragalásnak, nem baszott, hogy a tiet totál más legyen. Volna. Nem az a lényeges rövölcök. Dehogy nem. Jó lesz ez! Én még festeni fogok. Meg senki szerintem. Festeni? A piros fekete biztos. Biztos, hogy nem. Én igen. Van egy fog piszkálód. Valami biztos lesz. Drótem jó? De, mindet csak össze tudjam tűzni. Tart a légtök? Az kurvára nincs. Azt megeszik, olyan amúgy az, mint a cheddar sajt, baszki. Ki a picsád, gyerek? Hát most esküszöm, olyan mester, mint amikor én pillanatragasztóztam a Legót. De most úgy drótozod a Halloween. Hát köve.
Ezzel brutál óvatosan kell bánni. Az se rossz megoldás amúgy, ja. Nem lesz az rossz így se. Fél óra, akkor levenni valami italt szerezni. És te lassan kész vagy. Oké. Okay. Na. Péntek este, Halloween! Péntek este van, Halloween meg majd lesz. Halloween meg majd lesz, itt pár este még. De minket ez nem mozgat. Időben kell készülni. Figyelj, a Csoki Mikulás már a Tesco-ba kint van, nem? Akkor meg baszd meg, honnan vette a tököt? Nem az üzletekből, geci? Két hét múlva lesz még csak, igaz? Faszom de... van. Mi van? Adjál nekem egy kis pécit is. Ó, azt tudta. De én nem tudom, hogy hova a faszba kellett ennyire sietned. Nem siettem én. Csak vágtam. Bármi lenne, hogy elújtanánk ezt a két lámpát, hogy egy kicsit lássan, azt lát. Egyet tettél bele? Egyet. Ennyit egy megbolta, annyi volt kész. Tök felagás van. Jó. Na, nem is rossz. Köszönöm szépen. Összedről. Figyelj, azért, mert most egy kicsit eltörött az orra. Teljesen oké. Okay. Na, akkor neked most már csak egy dolgod van péntek estére. Tudom. Tovább részeged. Mindjárt hozok valamit. Hallod, de nincs itt nem cipő. A kulcsba lenne. Hát akkor felmész a cipődért. Mert jobbat már nem tudok mondani. De csak jó. Baj van. Én nem tudtam, hogy akkor a tök faragó mesterre állok ám szembe, bazd meg, hogy 30 perc alatt kifarag egy tököt a kurva anyját, hát nem tudom, hol tanulta ezt. Bévasból nézte, vagy a MacGyvernál, vagy a kurva anyja. Én meg ilyen jó, el vagyok itt, hogy van, éppen van két szemem. Faszom, most még a szájára. Azt a kurva. Ha lehet, hogy nem lesz annyi foga, mint amennyi. Kéne, hogy legyen. Megbizony, mindet meghagyjuk. Nálunk a szegi a új levágós. Nem én. Meg lesz a tíz új. Azt a kurva. Az alja úgy fest megvan.
De azért egy két jó szemfogának lennie kell. Ah, kurva. Jó lesz ez. A zene azt tetszik. Jaj, milyen görbefogaid vannak te. Jó Isten. Hát te most stream element, szia neked is, köszi. Örülök, hogy itt vagy. Ah. Ó, itt már kezdett recsegni. Aztán megvan a szája is. Na, haladsz? Hát nem sokkal készülök el, csak még rakok rá egy kis festést valamit szerintem. De ezek a szálak, ezek mik ezek a szálak? Nem tudom. Kurva anyját, miért kell a töknek ilyennek lennie? Meg kimerem egy-két fogát véletlen. Na mi van, mész, nem? Így mennyivel jobban látni. Ha jó, bazd, mert nekem már csak fél fejem van. Majd mindjárt le lesz kapcsolva minden, mint egy kuplerájba nyugodtan legyél. Nekem volt vele a cigna, van is. Náhu Fiderzén. Rostok a tök már csak ilyen. Amúgy igen, nem tudom miért ilyen rostos vagy így nem. Hát rosta, igen. Jól fogalmaztad meg, rostok ezek, egyetértek veled, de olyan... Furcsa számomra, hogy... Fúj, tele csak rostok, rostok. Ott a lábas. Fúj. Na, álljunk meg egy pillanatra. Elvileg. A vágás része elkészült. Szóval hogy? Mindjárt még festünk rajta egy keveset. Majd oldunk rajta. Aztán mindjárt bemutassuk azt is. Meg majd megnézzük még sötéten mind a kettőt egymást mellé. Kirakom meg fújfaszom meg minden egyéb. Pillanat, mert én úgy terveztem, hogy én nem csak faragni fogok, hanem én egy kicsikét még majd valami pluszba is hozzá teszek, ha lehet ilyet mondani, vagy ha lehet olyat csinálni. Uaa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 
Hát szerintem simán lehetne káromkodás az, hogy a tököd legyen rostos. Fúj, annyira undi. Na, Germa, vigyáljál. Mi
Mindjárt megmutatom, srácok, hú, de nagyon jó lesz. Életem első töke? Tökje? Hogy kell ezt mondani? Töke vagy tökje? Tökje vagy tökje, mi? Na, életem első töke vagy tökje? Hogy kell ezt szépen ejteni? Töke! Jó van. Pedig úgy tudtam, hogy már vagy nem tudom hány éve van velem tökön. Hát mármint, hogy van tökön. Ezért? Nem. Ez se. Nehogy az anyádban voltál itt, bazd meg. Hát kiskoromban nem játszottam eleget ezzel a csóri játékkal. Ilyen véres lesz, de jó. Na. Néha írsz, vagy néha nem, a fasz van veled. Buongiorno. Nedves neked a környezet, ugye? Na, itt egész alakult. Hogy csak azt nem kéne kifaragni, jó? Miről maradtam le? Ja, ma? Azt nem, azt nem faragjuk, kurva anyján. Na, ha valamit nem faragunk, akkor azt, igazad van. Ott a pont. Na, ha valamit nem faragunk, akkor azt, igazad van. Nagyon jó lesz. Jelzem van, testvérem, nem egyedül vagyok ilyen hülye. Billag, Gabed, jó nyomod. Na. Mindjárt mindenek olyan szeme lesz, nem mondom őszintén, mindjárt, hogy kifestem, megpróbálom kifesteni, gyorsan, izibe. Aztán megmutatom, közelítek majd a kamerával, ráközelítek ide a dolgokra. Meg aztán már megmutassuk ilyen tényleg lekapcsolt villanyok mellett, fények mellett, hogy is néz ez ki. Úgyhogy ne tessék aggódni, mindjárt lesz itt a content, annyi mint a lófasz, csak ki kell várni. Detto. Hát ezek ilyen dolgok, amikor az emberek egymásra találnak. Csodálatos dolog amúgy. Én is nagyon szeretem. Megmondom őszintén, hogy amúgy igen, mondhatnátok, hogy a fasznak csináljuk, mi ezt senkinek nem csináljuk, de az az igazság, hogy mi a Hunterrel, a Szegivel ugyanolyan hülyék vagyunk, hogy ha most lekamerázom, vagy nem kamerázom, akkor is ugyanezt csinálnánk. Ezt a tököt ezt nem azért akarom kifaragni, mert jaj, mennyire fognak nézni, nem azért, mert ilyen kíváncsi voltam arra, hogy ott lehet tököt faragni, meg stb. És akkor már miért ne kapcsolnak be a kamerát, és amíg egy-két
jó madár is ide repül hozzánk, és akkor egyet tudjuk élvezni ezt a nonsense-t, akkor miért ne? Beszélgetünk egy jót, faszom, nem? Amúgy meg. Akkor mi a faszomról szól az élet, ha nem erről, mi? És hogy nincsen itt több vágy, nem akarunk pénzt keresni ezzel, meg nagy izért berobbanni, mint a Poltergeist vagy ilyesmi csak. Ne protestáljál, piros, bazd meg, festjél, festjél. Aj, de gyönyörű összön, basszam ki. Hol a másik tök? Hogy hogy a másik tök? Here one, here two. Nincs tök. Ja, igen, a partner, ja, kolléga, kolléga az most elment alkohol után pótlásért körülbelül, azt hiszem, ahogy én gondolom. Meg hát aztán mit akarunk már tőle, hogy már kirakta magáét a rohadt életbe. Hát legyél már pirosabb, mint a piros, a kurva anyádat. De kurva jó a zene, ez tetszik amúgy ez a zene. Na nézzük a streamet közösen! Szevasz Detox! Szevasz Mester! Ah, figyeld mivel baszkolódok! Figyelj Eda! Majd mindjárt lesz jobb is! Még egyszer Gaben, micsoda? Akkor a maligán fok beállító segéd anyagért ment akkor. Jó, igen, mondhassuk így is. Esküszöm, egyetértek veled. Komolyan. De szevasz, Detox a kurva élet! Igen, 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 igen. Most már így értem, Gaben, tömören, gyönyörűen. Alkoholó. De hát magyarok vagyunk, a faszomat. Nem? De Detox, te még a kúton vagy, Detox.
Akkor a Hunter arról te elment a Hunter a kútra, és az izé a benzinkutas csávól meg benézett, hogy tényleg igazi, amit mond. Az jó. Na visszatértél, az benézett a benzinkutas is te. A faszadott tényleg? Kamajan. Nem mondom. Hát ott voltál vele te, buzi, ugye? Ja. Tudtam, hogy te intézted a dolgot. Minek fested? Mert nekem akarom, hogy tetszen. Mert én magamnak akarok tetszeni, azért, keci. Én kérek elnézést. No, vigye fasznak festett ki. Azt a kurva kifesti a tököt. Na. Mindjárt meg vagyok én is amúgy. Na, hoztál valami jóságot? Fiam, ugye ennyi időre elmentél? Mi? Persze. És ön dő is belőle, vagy nem? Nem? Akkor mi az a pánfaszalnak ment el hirtel, hogy meg kiállítsuk itt a díszterembe, vagy mi a fasz? Szét fog hullani, mint a Szovjetunió. Sminkeli. Jaja, én is úgy nézem. Egy dísztököt csinál. A nevében is benne van, srácok, nem? Vagy mi van? Én mentem el megint nyugatra. Na, de most kérem szépen, tisztelettel figyeljetek rám. Tied ég minden, oké? Okay? Egyém ég, de már szétesett a faszomba. Bennem ilyen többfajta, ilyen... kreativitás van! Úgy ki kell magamból adni, és akkor kiadom magamból, akkor egy időre jó leszek, tudod? Miért fested a tokot, bátyja? Mert a tok mutat minden, a tokat látod elsőnek. Tok alapján döntesz. Azért. Na, figyelj rám! Dobáljunk le minden fölösleges ízét, tudod itt a részéről, ami kell. Neked csak kell meg már kész, ugye? Nem. Nagyon. Na, figyeljetek, srácok, közeledünk a legfinálihoz. Kicsit nagyon most nagyon hangosan szóltam bele a mikrofonhoz, mert túl közel voltam hozzá. Nézzétek el nekem, de mindenki hallja, mert az a lényeg, hogy azt akartuk prezentálni. Megérte fektegetni? Ne. Nyugi mába. Szétesik. Jó volt, na. Figyeljetek, először is, akkor... Akkor srácok, akkor most mind a kettőre így megpróbálok rá közelíteni, aztán utána megcsináljuk az éjjeli képeket, meg ilyen dolgokat. Ja? Na, akkor figyelj mindenki, chat! Hopp, itt vartok! Hopp! Megvárom, mi írjatok. Kíváncsi erre valaki. Olyan lendülettel színezett a téd úgy remeget közben, mint a kocsonya. Nice. Na, jelen, akkor oké. Figyeltek!
várjál, azt sem tudom, hogy ez hogy... Tégedben is kéne olyan, ami világ. Várjál, akkor át kell kapcsolnom erre. Álljál előle, úgy jó? Lámpát tegyél bele! Nem, még várjál! Ott írjál! Mindjárt, nyugodtan meg! Azt szeretném, hogy lássátok, hogy mik az a pirog... Még egyszer kiállsz a fénybű. Köszönöm! Hogy gyere át ide! Ezt akartam megmutatni, hogy amúgy... Övé a kézből van! Na, így vagyunk ketten! Figyeld, visszateszem! Úgy, ahogy... Vedd el azt a fogot onnan, de nagyon gyorsan bátja. Mennyi baja van? Oké. Bele teheted, pirosat teszél bele? Ugyanazt teszem bele, mint a lényegben, csak kéne egy öngyújtót. Jövőre is mindenkit várunk, sok szeretettel! Na, srácok! De akárhogyan is, azt mit csináltál azzal a monitor kapcsolatot? Semmit. Erekem. Ökörre működik. Srácok! Eléggé hamar vége lett ennek a dolognak. Azt hittem, hogy 2-3 órán keresztül lehet egy ilyet faragni. Lehet, ha profi vagy. Amúgy igen. Így most elsőre így megtapasztaltam azt, hogy amúgy nekem is az jutott egy kicsit eszembe, hogy tényleg olyan, mint a Venom. Legyen, de... Már csak a nyelve hiányzik. Amúgy igen, mert a tiéd olyan nagyon masszívabb, csak... Nagyon... Nagyon szétesik. Jövőre most De várjál, az az igazság, hogy a tiéd nem azért esik szét, mert nem jól csináltad. Megmondom őszintén, oldalról belelátok, ilyen falad van.
az enyéméne meg ilyen fal van, tiédéne ilyen. Ott nincs falad, látod? Itt nincs falad. Ez az belső íve, a héja nem maradt meg. Nekem vastag, neked nem, ott nem vastag egyszerűen. Sajnos ebbe kell belefutni, mert ugye minden tök másfajta. Én még mindig azt mondom, hogy én nekem nagyon-nagyon tetszett maga ez a dolog, hogy itt veletek együtt kifaragattuk ezeket a dolgokat. Én azt mondom, hogy készüljünk a Halloweenre, szerintem valahogy előbb vagy utóbb úgyis el fogjuk mi sajátítani ezt az ünnepet is. Már amennyire, mert azért tudod nagyon jól, hogy maga a húsvét is mit visszaesett. Szóval, hogyha azt mondom, hogy egy hozzánk közeli ünnep, ami a húsvét, mert ami még tartsa magát, az a karácsony, az tartsa magát. De a húsvét is már így visszazuhant, ahhoz képest, hogy betörjön egy ilyen Halloween-szerű ilyen ünnepecske, amit itt tartanak az emberek, úgy látom, hogy lassan, de nem marad el, szóval, hogy ez jön be ide. Annak dacára mondom, hogy a húsvét meg tűnik el. Szóval, hogy én úgy vagyok vele, srácok, hogy amúgy ez egy jó buli, amúgy faragjatok ti is tököt, meg mindenfajta szarság. Én nem mondom, hogy mindenfajta cukros bácsiktól vigyétek el a mindenfajta cukrot, meg kopogtassatok be házakba, mert szerintem attól még messze állunk, szóval, hogy a cukorka kéregetéstől így igen. De már van egy ilyen fajta valamilyen az egész kultúrának, hát remélem, hát úgyis mindenki nyugatot akar, meg minden Amerika, úgyhogy akkor ez is ide fog jönni. Mi nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki itt volt, hogy itt voltatok velünk, és annak is, aki nem volt. És hát igen, tulajdonképpen csak a végére fogom elmondani, de hát a VOD nézőknek is számít, mert föl fogjuk tenni a YouTube-ra is ezt, mert már régóta nem tettünk fel videót, és hát azt mondom neked, hogy eléggé korrektul, talán még nem is túl részegen, nem is túl hablatyolva, semmi teljesen probléma. Teljesen korrekt, úgyhogy ez a YouTube-on is meg lesz, úgyhogy bármikor nosztalgikus hangulatotokban lennétek, vagy bárki más szeretné látni, nyugodtan meg lehet neki mutatni. Halloween-ra érkezik a videó. Halloween. Halloween. Szóval, sziasztok! Na, sziasztok!